Szorgos munkánk gyümölcse, egészségünk védelme című térbeli vizuális és környezeti foglalkozások bemutatására került sor a Kúten utcai óvodában. A részletekről Homoki Judit intézményvezetőt kérdeztük. A mai napon a Kúten utcai óvodában két tehetségműhely közös bemutató foglalkozását tekinthetik meg az érdeklődők. Nagycsoportos életkorú tehetségigéretes gyermekek fognak a Csemetekert környezeti és a gyermekkarkötő vizuális térbeli tehetségműhely keretén belül bemutató foglalkozáson részt venni, amelyet Vadainé Boros Beáta óvodapedagógus kolléganőm és Lázárné Popovics Anikó óvodapedagógus kolléganőm fog vezetni. Homoki Judit tagintézményvezetőt arról is megkérdeztük, hogy miért fontosak a tehetségműhelyek az óvoda életében, illetve arról, hogy a foglalkozások milyen pozitív hatással vannak a gyerekekre. Az ismeretek gyarapítása, gazdagítása, az élményszerzés és amellett a tehetségműhelyek foglalkozásainak megfelelően lazító programokkal is készülnek mindig a kolléganők a tehetségműhely foglalkozásokon, és ezt szeretnék bemutatni, hogy az óvodánkban működő három tehetségműhelyből kettő milyen remekül tudott ebben a témában együttműködni, és a gyerekek mennyire sokoldalú ismerethez jutottak hozzá. A tehetségműhelyről megkérdeztük Vadainé Boros Beáta óvodapedagógust is, aki riporterünknek elmondta, hogy a foglalkozás során a zöldségekkel, gyümölcsökkel és az egészséges életmóddal ismerkedhettek meg a gyerekek. A mai napon a foglalkozásunk címe Szorgos munkánk gyümölcse, egészségünk védelme. Ennek az a lényege, előzményként piaclátogatást tettünk a gyermekekkel, a zöldségek ismeretére tanítottuk meg őket, megszemléltük, megízleltük, megtapintották, és ez azért fontos, hogy tudják, hogy milyen élelmet fognak a család asztalára tenni, és az óvoda és a család kapcsolatában pedig azért fontos, mert mintaértékű az, hogy itt az óvodában mi kertet hoztunk létre, ültettünk, gyomláltunk, és a termést hasznosítani tudjuk, így mindig tudjuk azt, hogy a szorgos munkánknak az lesz a gyümölcse, hogy saját termesztésű zöldségeket tudunk enni, és a családoknak mintát mutatunk ezzel. A foglalkozáson tehát a meghívott szakemberek betekintést nyerhettek az óvodában zajló munkára, és megbizonyosodhattak arról is, hogy a tehetségműhelyek során hallott hasznos ismereteket a gyerekek is könnyen megtanulták.